Hellosztok, innen folytatjuk. Most ez a videó, ezek nem lesznek ilyen nagyon uncsik, mert úgy fogom bemutatni a játékot, hogy mindig, amikor beérek egy szobába, akkor az első benyomás, de utána nem fogom 25-ször újra venni azt, hogy mit tudom én, ott a zombik engem meg eszegetnek. Úgyhogy most az lesz, hogy megmutatom, hogy közben gyakoroltam itt napokon keresztül a késsel, hogy hogyan kell küzdeni, úgyhogy most ebből fogtok egy jelenetet látni. Szóval itt rájöttem, hogy így el lehet így futni, szóval így körbe-körbe lehet futni, és akkor megint megvágod, aztán elfutsz. Szóval így körülbelül így erre jöttem rá. És így el lehet velük szórakozni egy darabig, de most lehet, hogy meg fogok halni, mert... Na mindegy, szóval... Na. De a lényeg az, hogy a bizonyos távolság után, hogyha megvágod őket, és gyorsan körbe szaladsz, aztán megint megvágod őket, szóval így ki lehet őket nyírni szépen lassan. De hát időbe telik. Hát ezt akartam csak mondani. Szóval láthatok, három zombi van kint, majd vágva lesznek jelenetek, amikor egy-egy szobából már kiutottam a zombit, körülbelül egy ilyen fél órával később, és akkor majd átmegyünk a következő részre. De az első benyomásra majd mindig ott lesz a videó, hogy amire így közben rájöttem, meg stb. Azokat megtartom, mint érdekes dolgokat. Igen. Na, szóval akkor majd vágjuk. Na akkor térjünk vissza a játékra, és akkor a következő jelent az már az lesz, amikor kiirtottam a zombikat. Na, hát ez már a mit tudom én hányezedik próbálkozás, közben itt már rájöttem nagyon-nagyon-nagyon sok dologra, de hogy ilyenkor már futni kell. Ha első vágás nem sikerül a zombit megnyomni, akkor már futnod kell. Másik meg az, hogy oda kell figyelni, és egy bizonyos szögből elfuthatsz, egy bizonyos szögből meg már nem. Nem, már felé lett a másik is. A harmadik meg, hogy ezt megfigyeltem, hogy fölfutsz a lépcsőn, akkor elszökhetsz, ha visszélsz, akkor a zombik visszaállnak az eredeti státuszba, ahol voltak eredetileg. Na, ezt még megmutatom, aztán többet nem fogok, mert már tényleg 30-adjára kezdem itt az egészet. És már nem is igazándiból érdekes, ez már inkább idegesít. Ez az egyik legszivatosabb pálya szerintem ebben a házban. Bár én nem jártam a többi, úgyhogy nem... De... Na, mindegy. Szóval szerintem itt azért... Na, így lefekszik. Hát ne feküdjél már, nem látod, hogy szunkálva. Ajajajaj! Hát ennyi volt, három zombi.
Közben azt még hozzáteszem, hogy akkor lehet igaza volt annak a késes srácnak. Bár a fő ellenfeleknél nem vagyok biztos, hogy összejön. Na most arra jöttem rá, hogy nekem van egy kulcsom. Életem az már lista. És ez a kulcs, amikor néztem, akkor egy kar. Szóval most már rájöttem, hogy ez a pajzs, meg a sisak, meg a... Szóval ez ezekre vonatkozik. Hogy nekünk van ez a mansion kés, ezt akkor lehet használni. Na, akkor belépünk ide, megnézzük, hogy itt mi a pálya. És itt most nem tudom, mi a pálya. Azért biztonság kedvéért inkább a pisztolyt választom. Késsel már Jani vagyok, de csak a zombikra. Creepy stuff, ez ilyen borzasztó. Creepy az ilyen, olyan, mint a pókok, meg ezek a creepy. Na várjál, akkor itt egy ablak. Szerintem ez egy ablak az. Hát akkor erre, de ilyen óvatosan. Na mi a kurva anya? Jaj, ez mi volt ez? Hát ez jó. Na hát, ez jó volt. Ez szarra rémisztett. Jaj! Szit, de ezt hogyan tud kivédeni? Levegőbe le... Késeled, vagy mi van itt? Na ezt majd mindjárt. Na, hamar a másik, hogy mondtad, hogy nyissam ki ezt az ajtót. Mi van? Ez nagyon veszélyes, hogy kimehet. De ez az a kutya, aki... Na várjál, van egy. Lehet, hogy most ez a rohadt kutya... Ez nem fog ott lenni. Várjál, most itt van az ajtónál. Na, nézzük csak. Na, mit csinálsz? Ne olvassam, nem tud utazni. Na most késsel se sikerült, pisztolyal se, hát én ezt most nem értem. Na várjál, lefelé, hogy lefelé kell szúrjak. Hogy is kell lefelé szúrni? Így, na. Gyere! Várjál! Felfelé szúrt! Ja. Hát ez meg itt az van, hogy most ezeket hagyom. Ezeket már úgyis megláttátok, hogy simán lenyomom. Most már három zombit egyszerre, mint a kutya a fülét, úgy. Ezt meg... És kíváncsi vagyok, hogy mi van akkor, hogyha elfutok a kutya elől. Mert van egy srác, az esküszik arra, hogy késsel minden. Az egész játékot végig lehet tűnni késsel. És nem is kell ráadásul kinyírni a zombik nagy részét, szóval csak kettő zombit kell kinyírni, négyet kell kinyírni, azt mondta, ebből kettő volt az, amelyik ott volt a szobornál. De nem írta a kutyákra, hogy mi van, szóval most csak megpróbálok elfutni. Na, fussák fel, mi? Mi a kutya? Mi van? Aj, mennyire már? Mi az, hogy két kutya van? Hát egy kutya, egy játék. Egy kutya, egy játék. Szórakozzatok már itt velem.